Jó reggelt, sziasztok! Szerintem ez egy újabb napi vlogunk lesz, ugyanis Lisa még mindig ugye itthon van. Hát ezen a héten most már teljesen végig itthon lesz. Most már nincs egyébként annyira rosszul, aludt is éjjel, nem sírt fel egyszer sem, Nurofen sem kellett neki adni. Hát annyi, hogy köhög, és be van dugulva az orra. Úgyhogy szerintem hétfőre már jól lesz. Szerencsére a fiúk is jól vannak. Laci elvitte Noé-t az oviba, Alexet az iskolába. Délig Alex ott lesz, szóval délig a Liza biztos itt lehet a nappaliban, ténykedhetünk, aztán utána valahogy majd ketté kell őket válasszam megint. Reménykedem, hogy nem fogja elkapni Alex. Így, hogy most már így a nappaliban lesznek mind a ketten, csak egyikük ott, abban a szegletében, a másik meg ebben a szegletében. De az is lehet, hogy Lizával majd egy kicsit kimegyünk sétálni az udvarra. Meg ilyesmi, hát meglátjuk, hogy fog alakulni. Laci most elment az Altiba, mert mától újra kapható a hagyma aprító, vagy ilyen zöldség aprító. Ugye, amit sikerült tönkretennem, a töpörtyűs pogácsát csináltam, éppen vlogban, videóban, és annyira felmelegedett a motorja, hogy valahogy ott megolvasztotta a kés, és a műanyag közti részt megolvasztotta. Egy lyuk keletkezett, és onnantól kezdve az használhatatlan lett, nem lehet őket egymásba illeszteni, úgyhogy sikerült kinyírnom a Bosch aprítómat, és nem teltem én meg az igazit. Hát igazából műanyagot nem szeretnék már, tehát üvegaljút szeretnék, viszont borzasztó drága lenne az, ami a kicsenéd, vagy esetleg a Kenwood, ami szóba jöhet, tehát borstémet semmiképpen nem szeretnék. Szenkort néztük, az viszont műanyaggal volt, és nagyon picike. És a teljesítményed is most már nézni kell, hogy ne 240, vagy nem is tudom, 246-os, vagy inkább 506-os legyen. Szóval végre most az Aldiban már kapható, háromféle színben, mától, úgyhogy a Laci megy és megnézi, hogy nálunk is van-e, és tud-e menni, úgyhogy reméljük, hogy tud egyet végre hozni. Hát igazából ezek ugye luxus cikkek úgymond, tehát hogy jó, mindig erre azt mondom, hogy igazából a Dunába is lehet menni ruhát vinni és mosni, ahogy régen csinálták az asszonyok, de viszont nekem az a negyed óra, amit ugye a pörkölt meg jelen, olyan főzésnél használtam ezt általában, és amennyi időt elvisz azt, hogy felszereteljek egy hagymát, egy paprikát, vagy mit tudom én, bármilyen zöldséget, vagy akár összekeverni mondjuk a fetasajtot meg a humuszt, ne villával kelljen itt tördelni mindig. Tehát nekem ez pont az a negyed óra, az ugye a három gyerkőc mellett azért az aranyat ér az a negyed óra. Úgyhogy nekem nagyon hiányzik a háztartásomból, és anyukám is azt mondja, hogy ő is mindig használja, úgyhogy ő is imádja, ő ezt teljesen megérti. Szóval igen, reméljük, hogy talált itt nálunk, és akkor tud most egyet venni. Úgyhogy megcsinálom a reggelit. Tegnap vett a Laci hát jó sok epret, nem csak ennyit, hanem azt hiszem négyszer ennyit, abban egy adagot Noé már megevett este, és akkor most én a granolámba fogok ilyet aprítani mindjárt, és megkérdezünk majd mindjárt a Lizát is, hogy kére, de szerintem biztos, hogy fog kérni. Úgyhogy mutatom akkor a napunk további részeit is. No, ennyi epret fogok megenni, mindjárt majd lemérem azt is, hogy mennyi, és ezekben a cuki üvegekben tárolom az ilyen kis rákcsáimat, meg lisztjeimet, meg mindenféle egészségesebb életmódos dolgaimat. Igen, granola, nagyon-nagyon szeretem, és most rászoktam erre reggelizni, és írtátok többen is a videóm alá, a hol videóm alá, ha mutattam, hogy ezeket vettem a Lidl-ben. Hozzáadott cukormentes granolák. Egyébként ez a kettő, és szuper, nagyon finom mind a kettő egyébként. Írtátok, hogy a granola nem jó, mert tele van cukorral. Na hát igazából hozzáadott cukrot nem tartalmaznak, és megnéztem egyébként más granolákhoz képest, ennek szuperek az értékei, és azért, mert datolya van benne, illetve ugye vannak benne ilyen... Hát ebben éppen szárított almák vannak, a másikban szárított aszalt megyek vannak, szóval igazából a gyümölcscukor az, ami tehát a gyümölcscukrot tartalmaz, és nem ilyen finomított fehér cukrot, szóval igazából engem ez így nem zavar. Az értékei jók, tehát nincs tele cukorral, ahogy írtátok. Nem tömény cukor az egész granola, de nézzétek meg nyugodtan az értékeit. Én nem vagyok
cukorbeteg, meg inzulinrezisztens sem vagyok, tehát nincsenek ilyen problémáim, úgyhogy igazából én csak egészségesebb alternatívákat keresek, így reggelire például mondjuk a fehér kenyér helyett. És egyébként a hatását is, amiért én ezeket és ezt az életmódot csinálom most már több mint 6 hete, azt már így látom magamon, úgyhogy én nekem ezt tökéletesen megfelelt, nyilván figyelek arra, hogy tehát mindent lejegyzetelek, mindennek a kalóriáját, megnézem a zsírt, meg a cukortartalmát, kerülöm a hozzáadott cukros dolgokat, szóval eddig is az eredményt, amit elértem ezzel, tökéletes, és ha ilyen ütemben haladok, akkor akár nyárra meg is lehet az az eredmény, amit én magamnak így kitűztem célul, vagy hát így reménykedem benne, hogy sikerülni fog, szóval higgyetek el, hogy tudom, hogy mit csinálok, rengeteget utána olvastam már, úgyhogy néztem videókat is róla, úgyhogy nekem ez tökéletes alternatívája a fehér kenyérnek, amit eddig ugye ide hordtunk halomra, nem nekem köszönhető ez a Laci, és már szerencsére így a unszolásomra és kenelésemre kezd egyébként kötélnek állni, és már ő is inkább nézi a rozs kenyereket, meg a teljes kiölésű kenyereket, de persze ezek nem olyan ízűek, mint egy fehér kenyér. Általában reggelente megjelenik kétszer ilyen óriási nagy egykilós kenyerekkel, amiket pakol valami hűtőbe, ugye, és azokat ezeketi elé, és akkor mondtam, hogy szeretném, hogyha ezt azért most már nem is megszüntetnénk, de azért jól lenne minimalizálni, mert én ezt nem szeretném ezt az életmódot tovább folytatni. Íme a jó kis vitamindús, epres granola. Mutatom, hogy milyen joghurtot tettem bele. Ezt most fedeztük egyébként föl a Penny-ben, ezt a márket, még sosem láttam. Nem olyan krémes, mint a Lidl-es joghurtok, tehát ilyen, inkább látjátok, hogy ilyen vizesebb, átlátszóbb az állaga. Hozzáadott cukor mentes, ugye? És valakit érdekelne, 35 kalória van 100 g-ban. Ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés, úgyhogy ezért is mertem most így epret tenni hozzá. Ugye a gyümölcsökben elég sok a kalória, és hát ugye nekem el kell osztanom a napi, hát ilyen 4-5 étkezésemre, el kell osztanom a kalória mennyiségemet, szóval nem mindegy, hogy milyen joghurtot teszek bele, és ez szupernek bizonyult. Igaz, hogy tényleg nem annyira finom, nem annyira krémes, mint a 0%-os parmalat, vagy a Lidl saját márkás, azt hiszem piros, meg a jogobálla nem annyira finom, de a célnak pedig tökéletesen megfelel így granolához, szerintem ez szuper. Na és megjött a Laci, úgyhogy mindjárt kiderül, hogy találta. De mivel nem írt az üzletből, hogy nincsen, és nem esett kétségbe, ezért gyanítom, hogy talált. Mindjárt Liza nem volt aprító, hétfőtől lesz. Úgyhogy Liza ilyen osános, ott nem cukormentes, hanem normálist kap reggelire. Átmenyelt is hozott a Laci, és hozott egy. Milyen kenyeret? Jó, de nem rozsos meg semmi. Nem. Akkor ez csak a tiétek. Oké. Áfonyát se kérsz? Nem. Epret se kért. Azt is kínáltam, hát mindegy, akkor joghurt, az is valami. Na, egyed. Vigyed, babám. Jó étvágyat. Mit rajzoltok? Kerítést? Házikót? Látom, ügyes vagy. Házikó lesz? Jó van, rajzolgassál. Hurka! Titititititit! Nem kéne szétrágni, jó? Ne rágd szét, kérlek! Titititititit! Ne! Liza számszínezőzik. Ez is ebben a pepkós kis feladatlaposban volt. Megmutatjuk, Liza? Melyikben? Ebben. Húsvétiban is. Nagyon ügyes, nézegető, hogy melyik számot kell, milyen színűre kiszínezd. Te nagyon ügyi vagy. Eljátszogat itt. Egész délelőtt színezett.
mancsajátozott, ezekkel ott abba a dobozba, már elfakolta szépen, hogy Alexit kényelmesen elférjen majd, ugye? Ugyanis valaki hazatért az iskolából, szia! És mancsajáratot néz, és megeszi a maradék kajáját, igaz? És vitte magával az Apple Watch-át. Nem viccelek. Kis izé játékóráját vitte magával. Eszeget szépen. Na, úgyhogy majd most ő kitalálni, hogy ki mit fog csinálni délután. Hát még ugye ebédelünk majd a Lizával, bár azt mondja, hogy nem kér semmit. Sajnos, úgyhogy hát nem, megpróbálom a levest ismét. Hát, ha eszik. De még epret sem kér, képzeljétek el. Úgyhogy még nem olyan jó a gyomra szegénykének, egyél babám. Neked viszont jó, igaz? És maradjon is így. Van neki itt egy kis banán, de majd ő is kap epret, ő is kap majd leveskét is, aztán még gondolkodom, hogy mit főzzek. Hát ez egy nagyon jó kérdés, amit szerettem volna, bébispenót, az nem volt az Aldiban sajnos, úgyhogy sem aprító, sem bébispenót, amiért a Laci elment reggel az Aldiba, úgyhogy sajnos nem járt ma sikerrel. Úgyhogy ebéd menü változtatás lesz. No, hát azt álltam ki, hogy kipakoljuk a mosogatógépet, igen, meg hát elpakoljuk innen, amiket el kell mosatni vele. Szóval van maradék sajtunk, hát már nem olyan sok, light trapista sajt, és csinálok a levesbe szerintem. Idom, már is. Ide mehet, gyere, oda teheted. Aha, ugye? Nagyon ügyes vagy. Szuper! Szóval csinálnak a leves, bátérnekében egy kis sajtgolyókat. Az appehelyliszttel, és egy tojással, sóbors, úgyhogy ma is akkor leveske lesz. Igazából aztán szeretném valami tésztát tenni esetleg? Nem? Csak üres tésztát. Akkor lehet, hogy főzök neked húsvéti tésztát. Megmutatom majd mindjárt nektek, hogy mire gondolok. Na segítek pakolni, aztán majd főzünk, aztán majd jövünk. Képzeljétek el, hogy kipróbáltam ebben a hát ilyen smoothie készítőben a sajt. Mit csinál a sajtani, és így tök jól ledarálta. Hát én nem szeretek sajtot reszelni egyébként, úgyhogy úgy egyszerűen működik, úgyhogy szerintem azt fogom csinálni, most teszek hozzá az appehelyisztet, meg kettő tojást, meg összekevertettem vele, hát is miért ne? Még sose csináltam ilyet, de hát működött, tök jól ledarálta. Na, hát beleadagoltam itt a dolgokat. Kíváncsi leszek. Na, felkészültetek? Ez még csak a bekapcsológomb. Na, hát... Na, jó van, hát összekeverte. Hát akkor most már ezt is tudjuk, hogy én ezt tudom már 30 éve, hogy ilyen létezik, hogy ez így össze lehetne aprítani a sajtot, akkor nem kéne adagreszelővel, komolyan mondom. Jó, az más kérdés, hogy szerintem a gyengébb teljesítményű ilyen turmixokat, nem mixereket szerintem kinyírja. Úgyhogy én nem fogom ezt egyébként használni, olyan szívesen csak a lágyabb sajtoknál majd valószínűleg, de ez egy új találmányom, wow! És így két kanál segítségével beleszaggattam ide. Hát én ezt most igazából ilyen leves kockából csináltam egy másfél liter vizet nekik, ugyanis mutatom, mi történt a tegnapi levessel. Hát ennyi. Ennyi lé maradt. Szóval nagyjából semmi, úgyhogy ezeket majd mindjárt itt össze fogom házasítani. Csak kíváncsi voltam, hogy hogyan működik a zablisztel a kis galuskánk, vagy hát ilyen sajt galuskáink, de szuperek, látjátok, nem hullott szét, tök jól működik. Úgyhogy mindjárt majd az egészet összeházasítom. Muszáj volt egy kis levet csinálnom hozzá, azt sajnos ott el
elleszívta a rizs, szerintem a húsgombócból a rizs. Jaj. Bepárásodunk. Na, úgyhogy ez tök finom lesz már a ebédre. Aztán a gyerekeknek meglátjuk, hogy ízlik-e. Ez Alexnek biztosan fog. Mondjuk a borsó az, amivel szerintem a nagyon jobb borsó miatt biztos, hogy nem enné meg. Ő utálja a borsót. Ugye, Alex? Igaz? Te elképzelheted, hogy meg fogod enni. Na, úgyhogy nagyon hamar egyébként kész lettek. Most már csak össze kell öntsem őket. Na, az összeházasítás megtörtént. Ebben most kellene tenni ugye egy kis tejszínt. De mivel nekem a hasam nem bírja tovább sem a tejszínt, ezért biztos, hogy most nem fogok beletenni. Maximum tejföllel fogom majd enni, de Alaci nem szereti a tejfölt, szóval egészet nem tudom behavarni tejföllel, meg nem is szeretnék. Én már ide több zakpályélisztet, meg teljes kérdésük, meg semmit tenni. Neki ez így tökéletes. Én meg majd szerintem teszek rá nagyon kevéske kis tejfölt. Úgyhogy kész. Tegnapi levesünkből varázsoltunk egy óriási adag ilyen sajtgombóc levest. Hát, Liza megint kiette a levet, és kiette a sajt kis golyókat, úgyhogy a többi része ez megmaradt, nem nagyon, nincs étvágya sajnos szegénynek, úgyhogy megpróbálkozom szerintem majd a virslivel vacsorára, hát ha abból esetleg enne. Mindegy, nem is erőltetem, ő tudja, hogy mi az, ami jól esik neki, tehát ő megmondja, hogy ha valamit szeretne enni. Na mindegy, megpróbálkoztunk. Na, Alex megevett már egy adaggal, most hoztam neki még, neki nagyon ízlik. És hogy utána megkapja a maradék banánt, és akkor lesz eper, és még az is elképzelhető, hogy tejszínhabot is kapsz. Igen, mancsorjáratot néz Alex. Úgyhogy ő neki nagyon ízlik ez a húsgombócos ikekukucs. Nézzé, mik vannak benne. Húsgombócos, sajtgombócos leveske. Na, ha? Jaj, hol vagy? Ne menj oda el! Persze most sem vagyunk egyedül, majd elalszik, de azért itt őriz minket, hogy hát, ha valami leesne neki. Ugye, puszedli? Igen. Ha ügyes vagy, és ízlik neki, igen. Ügyes vagy, akkor lesz tejszínhab is, jó? Igen, izgalmas? Izgalmas? Igen. Na, oké. Okay. Egy művészet Alexnek egyébként levest adni, ahogy látjátok, össze-vissza izeg, mozog, ficereg, úgyhogy jaj. Jaj. Finom kis kalábé. Finom kis posó. Igen, ügyes voltál. Hát itt már csak egy kis lé van. De azt nem tudom neki odaadni kanálból már. Ügyes volt, úgyhogy tényleg jöhet a tejszínhab. Jó? És az eper. Na, hozom. Ez az egyesség, hogyha megeszi ezt az adagot is még, akkor jöhet neki. Igen, akkor jön a finomság. És akkor majd jön haza Noé, nem sokára, egy óra múlva, és akkor majd lesz virsli. Hát egy olyan, nem is tudom, 5-6 óra körül majd akkor csinálunk virslit. Oké, jön a banán. Igen. Tejszínhab is van rajta, bizony. Na, jó lesz? Igen? Kérsz? Oké. No, kicsi Alex beporszívózta az teljes adagot. Finom volt. Jó, van, nagyon ízlett neked az eper. Jó lesz még. Apa vett sokat, úgyhogy holnap is lesz, jó? Oké, nézzed, hagylak. Vége lett? Mindjárt kezdődik majd egy másik, jó? Ja, hazatért egy még egy gyerkőt. És voltatok apával Osánban, ugye? És mit tettél ott?
pogácsát. Pogácsát? Lapos. Lapos pogácsát. És Alexnek is hoztak egy burkiflit, aki szemmel láthatólag sztrájkol, szeretné Noé-nak a sajtos pogácsájából kapni. És kicsi Liza is kapott egy burkiflit, azt mondta, hogy nem kér kiflit, nem kér epret, ugye, semmit sem nem kér. De most teszi a burkiflit szerencsére. De nincs étvágyad, igaz? Hiszik rá. Jól van, így áll. Mik készültek itt vonalak? Nagyon szépek, de legalább beszed a finom diós burkiflit, az is valami. Jaj, de ügyes vagy! Egyél szépen, jó? És akkor több erőd lesz már, oké? Ebéd után ő elment aludni, úgyhogy nemrég jött le. Most van... Mennyi az idő? 5:30. Na, mi újság? Mit nézel? Ki kell menni? Mész? Körbenézel? Ó, ott van Hurka! Azt nézte, hogy jön Huri? Háú, gyere, szia! Na, te is visszajössz? Oké. Akkor csak a Hurkát nézte. Mi újság, csapat? Ti is megéheztetek? Csinálom a vacsimat. Olyanok a eper csomák itt maradtak. Szóval, hát a vajról nem tudok nem mondani, én nagyon szeretem a vajat, és egyébként anélkül megfulladok, hogyha zsemlét kéne, nem sokat tettem rá. Na, ja, levettem 3 gram vajat tettem rá. Hoztak nekem az osámból egy ilyen magos rozsos zsemlét, és Pulyka szeretett vastag kolbászt fogok enni. Kicsit jobb a kadója tartalma, mint a sertésnek, de egyébként még így is brutál, szóval... Nincs ikel, mi baj? Ilyet. Teszek rá egy pár szelettel, hol nagyon erőteljes illata van. Alexiet kapott ma az iskolába. Egy jaj, cica, rád lépek! Hát házat adtam is hirtelen, és megkívántam Alex-től, úgyhogy ez lesz most az én vacsim. Jó, ennyit. Még egy kis light sajtot teszek, szerintem rá meg salátát. Ráhalmoztam egy aranyos kis bogyát, tető, és kész. Edemi sajt és ilyen toszkán sárta mix, és ebben van valami jaj, fodros szélű saláta, ami borzasztó keserű, úgyhogy nem ezek. Nem tudom, ez a rukkola, nem tudom mi ez, de nincs valami jó íze. Hogy ezenre nekem nem érzik ez a saláta keverék. Endívia, jégsaláta, radicchio. Aha, a rukkola. Jó, hát akkor a rukkola saláta nekem nem érzik. Túl keserű nekem az. Na, sziasztok! Sziasztok! Mit csináltunk? Rendet raktunk a szobádban, ugye? Igen, letisztítottunk. Igen, és? Itt van a húsvétük. Miket raktál ki? Milyen díszeket raktál ki? Húsvét! Igen, nagyon izgatott vagy, már jön a nyuszi? Igen. Készülsz a nyuszinak? Igen, itt mit kell mutatni? Mi van itt? Sokját. Itt van a rendőr szettje. Itt vannak a kis Hot Wheels-ei, a Hot Wheels garázsához, ami egyébként itt szokott fönt lenni, de most éppen játszott vele, ide elrendezkedte az autóit, ugye? Itt vannak a plüsseit, ebbe választasz minden nap egyet az oviba, ugye? Kicsit amit. Jó, na. Na, mutasd meg a húsvéti díszeket, miket, hova tettél? Egy húsvét. Melyik? Ez. Az. Jaj, tényleg, igen, ezt majd hétvégén megcsináljuk az ablakodat, megtisztítjuk. És akkor már az ablakmatricákat is fel tudjuk tenni. Lehúszuk jól ledőnyt. Lehúszod a redőnyt, aha. Na és mindjárt lesznek itt egy kis világítás, de addig mutasd meg, hogy hol vannak itt húsvéti díszek. Itt. Aha, ott egy nyuszi. Oly, kéne lenni a húsvétok. Ablakba? Majd keresünk, jó? Itt van nincsike. Babakkori nincsiké, első fotónk róla. Akkor volt, mint egy papucs. Na, és hát... Köszönjük!
nem találtunk még világítós tojásdíszt, de azt mondta nagyon, hogy tetszik neki a virág. Itt a virágod, igaz? Itt a tulipán, az olyan szereti a Noé a tulipánokat. Nem igazi virág. Igen, a tulip. Tulip? Igen, már neve is van, ő a tulip. Mindenhova tett egy-egy... Húsvéti igen, egy-egy tojást, nyuszikát, csibét, amit ő csinált még tavaly az oviban. Úgyhogy... Még ott volt Andi, nagyon cukik. Andival csináltok. Playmobil 2 tojás. Wow. Ezt nagyon szeretett volna ide, egy ilyen világítósat. Teljesen lázban még a gyerek. Úgyhogy ezt csinálgattuk most itt. Szép rendet a szobájába. De szép! Jó, lekapcsoltam a lámpát. Jó, de szép! Na, akkor jöhet a nyuszika nem sokára. Itt egy kicsit olyan csálénál apa. Hát, hogy áll ez így? Ezt bírom, amikor azt mondod, hogy ez ilyen. Hát, de ne legyen ilyen. És ott mi, itt mi újság van? Ilyen, meg itt is. Hol vagy megvan? Jó, az úgy. Ez ilyen. Na, de a gyerkőc boldog, és ez a lényeg, igaz? Hozzuk te víz, hiszen már pipit. Megmutassuk nekik? Jó. Liza! Pipi! Hát a pipi nem... Húzd már fel! Ez ilyen? Mennyi hozzad? Ez ilyen? Hozzuk a pipit! Hozd a pipit! Mi húsvétobb lesz? Nagyon szép! Csukjuk be a ajtót! Nem csukjuk be. Ha nézünk nézve, szép lesz. Szép lesz, igen? Jó. Mert akkor itt van a többiek. Jó. Csak ne vagy köhögjél, jó? Köhögni kell, akkor ma gyereki, jó? Jó. Na, mit szólsz? Szép. Tetszik? Megkészítettük, csukjuk be a ajtót. Csukjuk be az ajtót. Mert az na most aztán már tök sötét van. Hú, de szép! Jön Ali! Jön Ali! Liza, menjél ki, léci már! Jön Ali! Beférjen! Na, megjött Alexi! Jújjúj! És akkor... Nem így jár, nem így jár. Várjál, nem... Úgy jó, várjál! Tudom. Erre kell ezt csinálni, hogy... Ali! Mit szólsz? Gyertek ide! Álljatok fel! De is állj fel, Lisa! Gyertek ide már! Gyertek, állj fel, Pili, Lisa! Állj fel! Ez ilyen? Állj fel, apa! Így kell legyél! Ja, igen! Itt vagyok én is, igen! Itt elvármesen legyél! Itt álljunk sorba! És nézzük! Akkor most itt állunk, és nézzük. Jó? Csücsüljünk le! Csücsüljünk le! Oké, leülünk. Leültünk. Felálltunk. Tornaóra van? Esti tornaóra van? Kicsit hideg itt a padló anyának, mert ti a szőnyegen ültök. Én egy kicsit itt fázom a padlón. Bocsi, pipi, egy kicsit ide bújjatok belé. Haver. Na. Egy kicsi már le, apa. Opa, 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 mert pillanat a pipi elborul. Na, elköszönünk mára. Papasztok, papasztok. Sziasztok. Húsvétot.